Igazából ez a meccs kívülről úgy nézett ki, hogy eldőlt az első fél időben. Minden úgy történt, ahogy előzetesen elterveztétek? Igen, nagyon sokat dolgoztunk, és bár én azt reméltem, hogy nehezebb mérkőzés lesz. Nem tudom, nem hozták ki magukból szerintem a maximumot, mi meg igen, és ez okozta ezt a nagy arányú különbséget, aminek természetesen mindenki nagyon örül, és a formánkat remélhetőleg tovább visszük a döntőre is. Mindenképpen arra igyekeztünk, hogy eldöntsük a találkozót, de tudtuk, hogy az első persze az utolsóig küzdenünk kell és hajtanunk. Úgy gondolom, hogy az elején minden összejött, védekezésben nagyon együtt voltunk, kapus teljesítmény óriási volt, utána meg támadásba is jöttek azok a befejezések, amik szükségesek voltak. Úgy gondolom, hogy a kezdetektől a kezünkben volt ez a mérkőzés. Amikor 10 gól van közt a fél időben, akkor milyen lelki állapotban jön ki egy csapat a második fél időre? Igen, azért volt meccs ellenük, amikor sok góllal mentünk, és a második fél időt rosszul kezdtük. Szóval nagyon futós és rohanós csapat. 10 percet megbeszéltük, hogy azt mi nagyon figyelünk és koncentrálunk. Ez úgy gondolom, hogy megvolt. Fáradtak voltunk már azért a második fél időben, mert az első fél időben nagyon komoly iramot mentünk. Holnap is van mérkőzés. Maradtak még tartalékaink, és muszáj is, hogy legyenek tartalékaink, hiszen az álmunk újra teljesülhet, és én már nagyon várom a holnapi napot. Mindenképpen tartani akartuk a formánkat, nem akartuk lejjebb adni, de viszont a gyors támadásokat most nem erőltettük a lerohanásainkat, inkább biztosan mentünk a befejezésekkel, lassabban vittük fel a labdákat. Ha tiszta helyzet volt, akkor futottunk, de azt kérte a mester, hogy most megfontoltabban támadjunk. A sokadik Bajnokok Ligája döntőjére készültök. Mindig más érzés van az emberben? Benned most milyen? Igen, nagyon izgultam, tehát ez szerintem egy teljesen normális dolog. Inkább az, hogy vártam már, hogy elkezdődjön a meccs, amikor a bíró a sípot megfújta, akkor teljesen minden elszállt, a szurkolók, és csak azzal foglalkoztam, hogy én a maximumot tudjam kihozni magamból, és csak a csapatra koncentráltam. Nagyon jó érzés újra a döntőbe lenni, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy újra a BL trófea miénk legyen. Bár ugye nem ez az első Bajnokok Ligája Final Four-ot, de nyugodtan léptél pályára úgy, hogy nagy volt az előny? Nem, nagyon izgultam. Nagyon izgultam, próbáltam ezt nem mutatni. Hála Istennek sikerült egy gólt szereznem, aminek nagyon örülök, de nagyon jól éreztem magam a pályán. Ezt az idegességet meg megpróbálom levetkőzni. És milyen érzelmek vannak benned, hogy benn vagytok a döntőben újra? Hát még nem nagyon fogtam fel, igazság szerint. Hatalmas hangulat volt oda bent a pályán, rengeteg szurkoló itt van. Öröm előttük játszani tényleg. Rostov vagy a Metz legyen inkább az ellenfél? Hát ez jó kérdés, nem tudom, győzöm most a jobb csapat, és akkor egy nagyon jó döntőnek nézzünk elébe. Kíváncsian várom ezt a mérkőzést. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy ki fog győzni. Most a meccset erősebbnek gondolom, de azért Ambros Martin a végére nagyon jól össze tudja rakni a csapatát. Mint minket is ugye összesikerült, és nagyon... Tehát nem tudom tényleg, de bárki ellen lépünk pályára, mi szeretnénk nyerni. Metz vagy Rostov? Majd eldől, én a Metzre tippelek.